A Baranyai Hospice Alapítvány 20 éves jubileumi programját a PTE EOK dr. Romhányi György aulájában rendezte meg. A bordalok, novellák és zenei műsorok mellett az alapítvány kurátora, aki családja révén ismerkedett meg a közösséggel, szintén megemlékezett az elmúlt évekről. Ebben a 20 évben nagyon sok mindent hoztunk létre. A narcisz sétákat a gyerekekkel, mikor ősszel elültetjük a narcisz hagymakát, és tavasszal pedig megcsodáljuk a gyönyörű virágokat, és nagyon fontosnak tartom, hogy itt a városban és a megyében minél többen megismerkedjenek a hospice szemlélettel. A hospice nem rossz dologról szól, az emlékezésekkel, vagy a hagyományoktól eltérően, ez a hospice az életről szól. Mi azért dolgozunk, hogy az életet méltósággal tudjuk megélni. Baranyában nem volt ismert az elsősorban daganatos betegek hospice ellátása, ezért hozták létre az alapítványt 2004-ben. Nagyon sok munkát fektettek bele ennek az ellátási formának a fejlesztésébe. Mindezt azért, ha valakinek szüksége van rá, részesülhessen a segítségben, mondta dr. Csikós Ágnes, szakmai vezető. 20 év után úgy érzem, hogy ez egy ismert fogalom, és hogy tudják, hogy a hospice ellátás milyen segítséget nyújt gyakorlatilag az ápolók, orvosok mellett, dietetikus, gyógytornász, szociális munkás áll rendelkezésre, hogy az otthonukban segítse a betegeket és a családokat, akik súlyos betegséggel élnek, és otthon szeretnének maradni, otthon szeretnének szakszerű és emberi ellátást kapni. Ezek voltak a célok, és azt gondolom, hogy ezeket sikerült megvalósítanunk, illetve nagyon fontosnak érezzük a szemléletformálást is. Tehát amellett, hogy betegeket látunk el, fontos az is, hogy minél többen tudjanak arról, fiatalok és idősebbek is, hogy a súlyos állapotú betegeket hogy lehet segíteni, milyen lehetőségek vannak. Tehát a tájékoztatás, szemléletformálás is célja volt az alapítványnak. Sikerült megvalósítani céljaikat. Jelenleg a szemléletformáláson dolgoznak, hogy fiatalok és idősek is megismerjék a lehetőségeket a súlyos állapotú betegek megsegítésére. Könyvbemutatóink voltak, filmbemutatóink voltak, sok olyan programot szerveztünk, például a Méltóság mezejét, ami egy szemléletformáló program, ahol a gyerekek, iskolások vettek részt Pécs, hát nagyon sok iskolájából, és örömmel jöttek akár óvodáskortól a gimnáziumban lévő diákokon keresztül, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen módon ők is ismerkednek a hospice szellemiségével, illetve azzal, hogy a betegeket hogy lehet segíteni, és hogy ebbe az időszakban nem elfordulni, hanem odafordulni kell a betegek és a családok felé, és hogy ezt tegyük egy kicsikét természetesebbé, hogy ez az időszak egy nagyon fontos időszak, és hogy lehet ezt olyan méltó módon megélni, segíteni, ami mind a családoknak, mind pedig a betegnek egy elfogadható időszak. Misete Attila professzor, a Pécsi Tudományegyetem rektora szerint is nagy szükség van az alapítvány munkájára. Az egészségügy ezen területén az intézmény támogatja a közös törekvéseket. Az együttműködés az elsősorban azon keresztül valósul meg, hogy vannak olyan rendkívüli módon elkötelezett kolléganőink, kollégáink, akik ilyen irányú tevékenységet végeznek az egyetemi kereteken belül, és azokon kívül is. Tudjuk azt jól, hogy a magyarországi szociális ellátórendszer azért hát hagy maga után kívánivalókat, és az öregedő társadalomban egyre többen vannak olyanok, akik krónikus megbetegedésekkel küzdenek, gyakran olyan betegségekkel, amelyekről tudjuk, hogy visszafordíthatatlanok, és a számukra adott gondoskodás, én úgy gondolom, az egyik legnagyobb értékmérője annak, hogy egy társadalom mennyire fejlett, mennyire képes gondoskodni ezekről az emberekről, és én nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan kollégináink vannak, mint Csikós Ágnes doktornő. Én csak egyet emeljek ki a többek közül, és akik időt és fáradtságot nem kimélve hajtják végre ezt a rendkívül felemelő, ugyanakkor meg kell mondjam, hogy sok tekintetben igen-igen nehéz feladatot.
A dalok versek kísérte megható emlékezésen többek között fellépett a Vivat Bacchus énekegyüttes is. Legyen végre egy kis szület, és becsen.